Dr. Gyetvai Gyula fellépésével nyitották meg az Ismert Egriek más szerepben programot, ő már visszatérő szereplő. A szervező Ezüst Idő Szabadidős Egyesület szerint viszont idén is sok embert sikerült arra rábeszélniük, hogy álljanak színpadra, közönség előtt mutassák meg, amit tudnak. Fűrész János elnök azt mondta, amikor megszülettünk, a Teremtőtől kaptuk a talentumot. Mindnyájunk feladat az, hogy Eger értékeit, az egriséget mutassuk föl. Mindegy, hogy milyen rendű rangú az a polgár, de mindenki járuljon hozzá a Eger kulturális életéhez, vigye a hírét, fedezze fel a várost, és adja a jó hír tovább, hogy nagyszerű emberek érnek itt a városban, és óriási képességek vannak rejtve. Martoni Adler Ildikó alpolgármester a tehetséget, a művészettel való foglalkozást Isten áldásának tartja, főként azt, ha a készprodukciót más is látja. Balog András színművész hivatásosként köszöntötte azokat, akik, ahogy fogalmazott, belső késztetésből színészek, örömből zenélnek. Sokan lépnek nem művészi pályára, de egyszer csak elérkezik az az idő, amikor érdek és kényszer nélkül színpadon állnak, mondta. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűd vonóból bot? Visszatérő fellépő Harmati László is idén Vörös Marti verset szavalt. Tánccal, hangszeres zenével, énekkel mutatkoztak be az Ismert Egriek. Volt a fellépők között mérnök, újságíró, tanár, pap. A jó Istentől kapott talentumokat, azt, hogyha jól kihasználjuk, hogyha kamatoztatjuk, akkor meg tudjuk örvendeztetni önmagunkat, az embereket, meg a jó Istent is. Összesen 28-an léptek színpadra, a produkciók változatosak voltak, a latin idézetektől az operán keresztül a könnyed szórakoztatásig széles volt a skála. Minden nagyon.